Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, most itt vagyok a Nyugatiba, és innen majd Szolnokra fog menni a Reptár Múzeumban, és ráadásul Gőzössel. Ez egy, megint egy külön vonat lesz, lehet, hogy már bent is van egyébként a pályaudvaron, majd mindjárt megnézzük. De itt az a lényeg, hogy Gőzössel szólnak, és aztán az iparvágányon keresztül egészen a Reptár Múzeumig, és egészen ott teszi, majd onnan is nyilván lesznek felvételek, oda már úgyhogy is régen szerettem volna menni. Úgyhogy most így egyszerre, hogy még Gőzös is, meg a Reptár is. Ez egy kihagyhatatlan program, úgyhogy akkor induljunk is el. Jó lesz majd a tévén, hogy jól lesz. Jó lesz.
akkor tényleg ott egy tilos halmi. Na, a kettő is volt. Na, itt kerültek oda. Kettőre kivert a szememet. Kihalni esélyes. Na jó, de ez Hát meg ezt már nem nagyon használják semmire. Endrés ilyenekből lesz, csak már Na de mennyi kocsi van itt a kerítésként? És akkor megy a sírodás. Hogy? Négy kocsi. Nincs kocsi, igen, de, de itt rengeteg van. Akkor ezt szemre befogható lenne. Hát jobb állapotban van, mint egyik másik, amelyik működik. Ja, mondjuk az a HB lehet, hogy nem dob a rövidség, de azt nem is értem, mit keresünk. Már most rákapcsoltunk. Na hát egy-két vasút vonalon ilyeneket kéne közlekedtetni, mert az utazóközönség ezt érzemli. Kicsi polva esik ennyire. Vegyes hábű. Na ott egy izé halbű. Ez meg mint Halvániából jött volna, ott láttam a sonlókat. És ott van az egyik Samunak a középső kocsija. Sőt, kettő. Az, és tényleg. Egy és ott a víztolony. A végén. Ja, hát én még színes, az meg egy BZ pótkocsi? De... Igen. És még itt is összefilkálják. Még ide is be tudnak jönni összefilkálni, de hát azt meg hogyan? Vagy így jött ide. Nem tudom. Hát, mindig igen. Vá! Szabon mögé nézni. És nézd meg ott egy, a régi pályaszámú csörgő. Milyen kincs vonat. Az nem a Kádár vonat? De hogy nem? Bassza meg! Hát nem elvizatok? Erre a fotót. Most egyszerre videóznak és fotóznak, ide muszáj. Két kezed van, nem? De. Végül is. De úgy fogok, hogy nem. Nem, hogy. Hello! Na. Ott a késem. És ott egy régi pályaszámú csörgő. Igen. Meg itt a Samu. Hát ez nagyon jaj. Viszont egy Csabó az üzemképes, mert szokott járni a kunszenti személyvonaton. Láttam, hogy jár járnak, mert ez a kis a csörgő. Hát legalábbis nem mostanában. Nem is számozták át, ez még az eredeti pályaszámban van, úgyhogy... Posta BHV-en nem kár, annak mi... Hát valószínűleg igen, ez se fog már többet közlekedni. Pályaztam át, igen, azt tuti. Meg ott van rajta az S betű. 9-es szilikózis. Levék ezek közül. A MÁV felkészült a térre. A MÁV az felkészült a térre. A részletek, a részletek. Mit tudok elépülni? Mit tudok elépülni?
kerék! Ha ez a jármű a víz, akkor ide kellene venni. Hát ez az. Nézd meg a repülőt, és annyira nem mondta, a sinem menő. Ott egy hernyó. Ja. Elfagyik a kapu. Rádobott valami kis bombát a tisztőjön. De mi szomnak? Na, már mehet itt a hülye. Hát nem vágány záró sodompó van kinyitva. Reptál múzeum, és került ide is bejutni, és itt van a vonat. Eddig tudtunk el eljönni. És ide is fog értünk jönni. Gigantos tehervonat mellette. Ó, ott valaki vakuzott.
azt hisz majdne világítás, ennyi. A folyosón is ennél normálisabb. Ez megér egy ezért egy estintet, hogy ennyire világít. Na mindegy, hát van. Hát ehhez képest egy gyertya, az egy reflektor. Az biztos. Itt meg ennyi is. Na most, most ebben a családban átadom, úgyhogy az eltől kivágom, de a négy elfaszra ehhez képest ne olcső.